Alapítvány Lehetőségek Háza alkotócsoportjának munkáiból láthattok alkotásokat iskolánk galériájában. Köszönöm nekik, hogy az idei évben is ellátogattak iskolánkba, és munkáikkal színesítik tárlatunkat. Örökös ökoiskolaként feladatunk és célunk a környezettudatos életvitel megismerése, megértése és kialakítása. Környezetünk védelme, tudatos odafigyelés magunk és társaink testi, mentális egészségére. El kell ültetnetek egy fát, amit tőlünk kaptok ajándékba, és aztán 8 évig nektek kell majd gondoznatok, ápolnotok, hogy jó nagyra nőjön, akkorára, mint ti, 8. osztály végére. Ebben segítségetekre lesznek az 5. osztályosok, akik mint mentorként kikísérnek benneteket, és nagyon remélem, hogy támogatást nyújtanak nektek a 8. osztály végén. Mindig, évek óta az a gondolat jut eszembe, hogy nekünk itt nem a távoli jövőről kell gondoskodnunk, abból a szempontból, hogy nagy dolgokat kell cselekednünk, hanem itt a környezetünket kell olyanná tenni, hogy megmutathassuk majd az utódjainknak azt, amiben nekünk is részünk volt. Évek óta külön ökoprogram tervezetet készítünk, és ennek a tervezetnek a megvalósítása az mindig rajtatok múlik. Egy kutyus fekete, meg egy cicus micuska, fehér lábú cicuska. Jó barátságban éltek, mindig szépen megféltek. Nem voltak veszekedők, együtt tettek ittak ők. Egyszer aztán mus-mus-mus, könyvet vásárolt kutyus. Ahogy cicus meglátta, szó nélkül nem állhatta. Orom-dorom-dorom volt, a kutyushoz imígyen szólt. Megvakarom fülecskét, add kölcsön a könyvecskét. Szólt a kutyus ham-ham-ham, szívesen odaadnám, de félek bepiszkítod, vagy talán elszakítod. Ha végignézünk a kiállító termen, akkor láthatjuk, hogy a fák, erdők, állatok világa mesél nekünk az alkotók szemein keresztül, ahogy megérinti lelküket, a legbelsőbb, legősibb területeiket, és hoznak felszínre olyan érzéseket, amelyek visszarepítenek bennünket a mesék az álmok világába. Miért is fontos a mese? A mesék mindig tanító jellegűek, megküzdésre, kitartásra tanítanak bennünket. A főhős, a királyfi, vagy éppen a szegény legény, a legnehezebb, leglehetetlenebb akadályokon is keresztül bekülti magát. Hajladozik a fém erdő, úgy tesz, mintha ördög élne. De ha a szél úgy akarja, már is fordul, mintha menne. Leveleit hátra hagyva, kapaszkodna föl a hegyre. Nagyon ügyesek vagytok. Vegyelesen megpróbáljuk. Úgy még tolhatod is kaszfáját. Adunk egy kis. Úgy van, tehát úgy mi? Még ezt visszatolom, jó? És akkor jól is. Hát a végét még szépen. Kicsit még legöntözöm, jó? És akkor